fejlesztések és a koronavírus elleni védekezés. Tarna Szent Miklóson tornaszoba, Ecséden utak újultak meg. Győzelem a női kéziseknél, döntetlen a férfiaknál. Köszöntöm Önöket, Kis Balázs Levente vagyok, Önök pedig most a HO TV legfrissebb térségi hír összefoglalóját láthatják. Az oltások fontosságáról és az elmúlt év legjelentősebb gazdasági és infrastruktúra fejlesztő eredményeiről adott számot Szabó Zsolt, térségi országgyűlési képviselő évértékelőjében. A politikus kiemelte, a koronavírus elleni védekezés egyik legfontosabb eleme, hogy mindenki jelentkezzen oltásra. A gazdaság újraindításának térségi feladataival kapcsolatban Szabó Zsolt hangsúlyozta, hogy a munkahely megtartás és a beruházások ösztönzése a legfontosabbak, emellett a közintézmények fejlesztése, a szennyvíz csatorna korszerűsítések és az útépítések is elsőbséget élveznek. Hagyományos évértékelőjében Szabó Zsolt, a Hatvani és a Dél-Hevesi térség országgyűlési képviselője kiemelte, hogy a koronavírus elleni védekezés legfontosabb eleme most az, hogy a 18 éven felüli népesség minél nagyobb arányban kapja meg az elérhető vakcinák bármelyikét, függetlenül attól, hogy annak ki a gyártója. Maga az oltás az jelent egy megoldást, amivel el tudjuk érni azt a fázist, hogy újból tudjunk egymással beszélgetni. Az is biztos, hogy ezzel a vírussal együtt kell élnünk, ez a vírus, ez itt fog maradni, úgy, mint az influenza vírussal, ezzel tudnunk együtt élni, és ebből a szempontból is tényleg nagyon sokan alkalmazkodtak. Az Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet működésével kapcsolatban Szabó Zsolt kiemelte, hogy minden segítséget megkap az intézmény a megfelelő működéshez. Az eszközpark folyamatos fejlesztésén túl a szakember gárda ellátja nem csak a koronavírussal kapcsolatos plusz tennivalókat, hanem az alapellátás szerinti tevékenységük sem szorul háttérbe. A sürgősségi műtétek el vannak végezve, az ellátások, a szakellátások azok működnek, és eleget tesz a Covid-dal kapcsolatosan. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy a vírus aktív időszakában nagyon sok olyan példaértékű fejlesztést hajtottak végre, vagy rendszert alakítottak ki, amit más kórházak is átvettek, és innen ebből a kórházból kérdeztek. A Hatvani és Dél-Hevesi térség gazdasági újraindításával kapcsolatban Szabó Zsolt kiemelte, hogy a beruházások ösztönzése és a munkahely megtartás elsőbséget élvez nem csak a turizmusban és vendéglátóiparban, hanem a mezőgazdaságban is. Emellett hangsúlyos a belterületi önkormányzati és a településeket összekötő főbb utak felújítása is. Hamarosan indul a Kiskörét 60-nal összekötő vonal 30 kilométernyi szakaszának felújítása. Tavaszig pedig összesen 50 kilométer új aszfalton közlekedhetnek a megye lakói. Addig nem állunk le és kitartunk, amíg valamennyi utat meg nem építettük. Ez a legfontosabb az itt élők számára, akár ipari üzemek, akár lakosság számára, és elkerülhetetlen, hogy aki reggel elindul, az biztos úton, jó úton tudjon hazaérni estére. A kerékpárút felújításokkal és építésekkel kapcsolatban elhangzott, hogy néhány kisebb szakaszon kívül csak nem teljesen elkészült az Abcot 60-nal összekötő bicikliút, s hamarosan kezdődik az Abcot Gyöngyössel összekötő szakasz tervezése. A szennyvíz csatorna felújításokkal kapcsolatban Szabó Zsolt kiemelte, hogy a nemrég elkészült kerekharaszti munkákkal 60 és vonzás körzetének csatornázottsága teljessé vált, emellett Nagykökényes, Heréd és Boldog, valamint Heves szennyvíztisztító műve is megújult. A Magyar Falu program segítségével ezúttal két település fejlesztési céljait sikerült megvalósítani. Tarna Szent Miklóson tornaszoba, Ecséden önkormányzati tulajdonú utak újulhattak meg. A beruházások átadását az idei évre vonatkozó Magyar Falu program pályázataival kapcsolatos tájékoztató előzte meg február 26-án pénteken. A részleteket Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos és Szabó Zsolt országgyűlési képviselő ismertette a térség kistelepüléseinek polgármestereivel. A Magyar Falu program segítségével a közelmúltban történt fejlesztésekről is beszámoltak. Gyopáros Alpár kormánybiztos úr eljött hozzánk, hogy a Magyar Falu programban egyrészt átadjuk a mögöttem lévő utat, a másik dolog pedig, hogy tájékoztatást tartott a Magyar Falu program következő időszakában pályázható forrásairól.
Minden polgármester pályázik, minden település nyelvele, ami 5000 lakos alatti, úgyhogy hála az évet nagyon szépen fejlődik a térségünk. A kormánybiztos hangsúlyozta, a Magyar Falu program számtalan lehetőséget kínál a térségbeli 5000 lélekszám alatti települések fejlesztésére. Heves megyében egyébként nagyon komoly a 2019-20-as évben összesen 650 nyertes pályázatot tudtunk hirdetni. Ezek jellemzően olyan kisléptékű fejlesztések, mint óvodafejlesztések, orvosi rendelő felújítások, ilyen utcafelújítások vagy járdafelújítások éppenséggel, és 7 milliárd forint támogatás érkezett csak ezekre a célokra a tavalyi és a tavaly előtti évben összesen Heves megyében, és ez a térség, ez zászlóvivője ezeknek a fejlesztéseknek. Mindemellett egyébként magánszemélyek nagyon magas számon veszik igénybe a falu Sicsok kínálta lehetőségeket az otthonteremtési program keretében, és több 10 kilométernyi út már megújult, ilyen mellékúthálózati szakasz, állami kezelésű 3-4-5 számjegyű út, amely településeket településekkel köt össze. Összesen legalább 90 kilométernyi utat újítottunk fel, vagy van folyamatban ezeknek a felújítása az idei évben már szerte Heves megyében, és ezt a számot szeretnénk megduplázni 2022-ig bezárólag. Ecséd több mint 15 millió forint támogatást nyert a Magyar Falu program pályázatán önkormányzati tulajdonú utak felújítására. A beruházásból az Ady Endre, a Nyárfa és a Sport utca egy részére került aszfaltkopó réteg. Ezek az utcák a legjobban, legnagyobb forgalmat bonyolítsák le ezek az utcák. Itt van a buszútvonala, és ugye mink ezt új telepedésznek hívjuk ezt a részt, amin most tartózkodunk, és itt mozog az embereknek az utazás, mondjuk azt, hogy a 70%-a autó mozog Ecséden, de az Arany János, Nyárfa, Bercsény és Hársó utcába, ezek itt közlekednek rajta, és ugye nagyon leterhelt az utunk, és a buszútvonal, még egyszer ismétlem magamat, a buszútvonal még jobban leterhel. Tarna Szent Miklós is sikeresen pályázott, 11 millió forintból felújították az önkormányzati tulajdonban lévő tornaszobát. Eszközöket is vásároltak a tornaszobába, medicinlabdát, gumilabdát, illetve készségfejlesztő szettet. A tornaszobánkat sikerült felújítani, aminek nagyon örülünk. A gyermekek ugye egy modern és normális, tiszta körülmény között tudnak tornázni. Cserélve lett a burkolat, lett kialakítva egy szertár, a falak felettek újítva, tehát javítva lettek a falak. A villamos hálózat az kompletten ki lett cserélve, és számtalan új eszköz sikerült beszereznünk. A térségbeli kistelepülések folyamatosan fejlődnek, most pedig újabb megvalósítandó célokat tűzhetnek ki maguk elé. Az Ózdi Lóci csapata ellen játszott mérkőzést a 60. KSS-e női kézi csapata február 27-én szombaton, ahol az eredmény 8 gólos győzelem volt a 60. csapat javára. A kecskeméti KTE Piroska Szörp elleni mérkőzésen bomba meglepetést okozott a 60. KSS-e férfi csapata is. A második félidőben nagy hátrányból hozták fel magukat döntetlenre. Igazán belehúztak a 60. felnőtt női kézisek az Ózdi Lóci csapata ellen. Holtpontok és pár kihagyott zicser ellenére szépen játszottak a 60-iak. Jól jött a 8 gólos győzelem is, mely 2 pontot jelentett a lányoknak. Legközelebb március 13-án igyekeznek revansot venni Vásárosnamény csapata ellen. A 60. KSS-e férfi felnőtt csapata a kecskemétiek ellen lépett pályára, ahol már fél időben kiegyenlített volt az állás 10-10-nél, végül pedig 28-28-as döntetlen lett a végeredmény, amelyből 10 gólt Kovács Péter lőtt az ellenfél kapujába. A hullámvölgyből felállt férfi csapat legközelebb március 7-én Lajos Mize csapata ellen lép pályára.
Köszönöm figyelmüket, friss hírösszefoglalónkat pénteken láthatják, addig is kövessék figyelemmel műsorainkat, viszontlátásra! Szerdán délelőtt ködös, majd ezt követően napos idő lesz. Csapadék nem várható, délután kellemes tavaszi időre van kilátás, hajnalban 2, kora délután 12 fok várható. Csütörtökön több órás napsütés melegíti a levegőt, csapadék nem lesz. Megélénkül a délnyugati szél. A legalacsonyabb 2 fok, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13 fok is lehet. Pénteken megnövekszik a felhőzet, délután már helyenként zápor is előfordul, megerősödik a nyugati szél, az esti 4 fokról 11 fokra melegszik a levegő.